A Pataki Gyűrű díjat az előző évadban nyújtott legkiemelkedőbb színészi alakításáért ítéli oda a zsűri, és a délvidéki magyar színjátszás napján adják át. Az öt színész jelölt közül GRD Hermina az Iglitz karakterében alakított hatalmasat, ezért járt az elismerés. Van egy kor, ami után az ember elkezd ilyen sztereotíp szerepeket kapni, és nyilván, hogy azt is gondolja, hogy ez így van rendjén, és ez így is van rendjén, de akkor megtalálja egy ilyen furcsa lehetőség, és az ember újra átmegy gyerekbe. Tehát én fiatalon kezdtem, fiatalon döntöttem el, hogy erre a pályára lépek, mondjuk inkább így. Akkor, amikor megéreztem valamit, amit újra nagyon-nagyon sok idő után az Iglitzbe tudok újra érezni. A zsűri annak ellenére döntött egybehangzóan, hogy a mezőny nagyon erős volt. Való igaz, amikor tényleg ilyen sok jó alakítás van, akkor nehezen tud a zsűri döntése jutni. Most talán az volt az egyik fontos szempontunk, hogy Hermina alakítása volt az öt közül az egyetlen olyan, amely főszerep volt, címszerep ráadásul, és egy olyan szerep, amely meglehetősen érdekes, furcsa, különleges volt, tehát olyan alakítás, amit még tőle sem, de még talán másoktól sem nagyon láthattunk. A zsűrit Igor Burity újságíró, kritikus, Pressburger Csaba publicista, Kovács Bálint újságíró, valamint összesített szavazattal az Újvidéki Művészeti Akadémia színésztagozatos hallgatói alkották. Az Újvidéki Művészeti Akadémia színész hallgatóinak 10-es díját, amely az épület 10-es tantermének egy szőnyeg darabkájából áll, ugyancsak GRD Hermina kapta.